25-es minimálbérrel semmi bajom nincsen, csak nagyon magas a járulék kötelesség utána. Ezt tavaly októberben mondta híradónknak a Vasi Vendéglősök klubjának elnöke Völler László. 2022. januártól a minimálbér 200 ezer, a garantált bér minimum 260 ezer forintra nőtt, de valószínűleg továbbra is fennáll a magasabb külföldi fizetések miatti elszívó hatás az ágazatban. A koronavírus járvány egyik legnagyobb vesztese a turizmus vendéglátó szektor volt, a lezárások okozta bizonytalanság miatt sokan elhagyták a pályát, de nem csak ezen a területen van munkaerőhiány. Annak ellenére, hogy az elmúlt egy évben jelentősen, országosan 3,7%-ra nőtt a munkanélküliségi ráta, Győr-Moson Sopron megye után Vas megyében a legkevesebb a nyilvántartott álláskeresők száma. Lenne bőven hely, ahová elhelyezzük a munkavállalókat, csak a munkavállalók fogytak el. Harmadik országbeli állampolgárokkal tudjuk jóformán már csak lefedni az igényeket. A cégeknek új kihívásokkal is meg kell küzdeniük, ilyen például az alapanyag hiány vagy a szállítási fennakadások. Szakképzett munkaerőből most is ugyanolyan hiány van, sőt, tekintve a megrendelés állományokat, jóval nagyobb hiány van még a válság előttinél is, hiszen torlódtak a megrendelések, az emberek fogyasztani akarnak, a piacok élénkek, viszont közben a globális kereskedelmi és a globális ellátási láncok gyártási zavarokkal nem teszik lehetővé a folyamatos és kiszámítható gyártást. Rendkívül megemelkedtek a szállítási költségek. Miközben a minimálbér bruttó 19,5%-ot emelkedett, a járulékterhek 4%-ot csökkentek. Várhatóan a vállalkozások költségeik növekedését a szolgáltatásaik és a termékeik árában érvényesítik. Így azokért többet kell fizetni. A KSH szerint tavaly novemberben 7,4%-os volt a fogyasztói árak változása az előző év azonos időszakához képest.